2014 márciusában került a Városi Ifjúsági Szakfeladat a Gyulai Ifjúsági Központhoz. Az első városi diákönkormányzatot megalapozó ülésüket is ekkor tartották. Az elmúlt másfél évben minden héten találkoztak a központot üzemeltető egyesület vezetői, az iskolákat képviselő diákokkal. Az összejöveteleken a tanulókat érintő problémákról is szó esik. Sok ilyen programokból kimaradnak mondjuk a velem egykorúak, a nyolcadikosok, már hogy már kinőttünk pár rendezvényből, de még nem tartozunk a nagyobbakhoz. Ez szerintem egy fontosabb dolog. Idén Gyula mind a 10 iskolája képviselteti magát a diák önkormányzatban. A szervezet összesen 18-25 tagot számlál, ők a diákságért próbálnak tenni. A gyerekek és a városvezetés közös döntése, hogy évente néhány alkalommal együtt ülésezzenek. Ennek irányába tették meg az első lépéseket ezzel az alkalommal. Alapvetően nagyon támogatóan lép fel a város, tehát azt látni kell, hogy az önkormányzati törvény nem részletezi túlságosan az ifjúsági szakfeladatnak az ellátását. Ezt le lehet tudni nagyon egyszerűen, és lehet úgy is tudni, hogy felelősséget vállal a város arra vonatkozóan, hogy emögé infrastruktúrás és anyagi támogatást oda tegyen. Gyula ezen kevesek közé tartozik. Ezt a fiatalok is érzik, hiszen van hova eljönniük egy-egy ilyen alkalommal. Van olyan szakember, aki tud velük dolgozni több is. Hál' Istennek a szervezetnek részben hála, illetve a város. Tehát alapvetően a város ezzel már nagyon-nagyon sokat segített az ifjúságon. A diákok probléma felvetései érintik a menza programot, az iskolák környékén található járdák minőségét, a korlátozott szórakozási lehetőségeket, valamint a munkaerőpiaci kérdéseket.